This is the worst. Hosszú-hosszú évek óta ez a legdrámaibb humanitárius krízis a világon. Many, many years. Érzékelteti az Ukrajnában folyó háborút és öldöklést Nathan Phillips, amerikai önkéntes, aki civil embereket menekített ki százával Ukrajnából. Nathan nem sokára mesél tapasztalatairól, mindarról a szenvedésről, amit látott, tapasztalt. Megismerhetik Davidet is, aki segélyszállítmányokat juttat be Ukrajnába. Néhány segítőnk úgy tér vissza az adományokat kiosztó útjáról, hogy az autóján golyónyomok vannak. A Golgota keresztény gyülekezet segélyszállítmánya május 17-én érkezett Krakkóba, hogy onnan amerikai önkéntesek segítségével bevigyék adományaikat Ukrajnába, a háborús sújtotta területekre. A Golgota szeretett szolgálata 1340 kg-nyi élelmiszert és gyógyszert gyűjtött össze. Adtak magánszemélyek, adakozott a gyülekezet, és rengeteg élelmiszert és tisztálkodószert adott a Református Szeretett Szolgálat és a Kelet-Európa Misszió is. A raktárban David Markey, amerikai lelkipásztor fogadott bennünket. Az én dolgom a raktárunk működtetése, emellett szolgálok menekültek felé is Krakkóban, néha magam viszek be segélyszállítmányokat Ukrajnába. De a fő munkám a raktár menedzsmentje, itt gyűjtjük be az adományokat, amiket innen bejuttatunk Ukrajnába. David családjával március elején először Magyarországra menekült, majd innen Lengyelországba települt át, hogy onnan segítse az Ukrajnában maradt embereket. Eddig 150 tonnányi segélyt juttattak be az országba. Minden adomány oda kerül, ahol a legnagyobb szükség van rá. Kialakult egy lelkészekből, gyülekezetekből, egyházi személyekből álló elosztó hálózat, rajtuk keresztül szervezzük meg a szállítmányokat. Ők pontosan ismerik a helyi szükségeket, be tudnak jutni szinte bárhová. Ezt csak olyan emberek tudják kivitelezni, akik alapos helyismerettel, kapcsolatrendszerrel rendelkeznek. A leginkább nyomorgó embereken akarnak segíteni. Vannak segítőink, sokan őrültnek tartják őket, akik egy-egy szétosztó útról úgy jönnek vissza, hogy golyónyomok vannak az autóikon. Ők nagyon veszélyes dolgokra képesek azért, hogy mindazt a segélyt, ami itt összegyűlik, eljuttassák a nélkülözőkhöz, sokszor az életüket kockáztatva. Igen, jól halljuk. Sokan az életüket kockáztatják azért, hogy senki se legyen elfeledve, magára hagyva. Mert a hívőknek Isten a lelkét adja, hogy ilyen és ehhez hasonló dolgokat vigyenek véghez. Az Isten szeretete ömlik ki most a nélkülöző emberekre. Sokan kérdezik tőlünk, kik vagyunk és miért csináljuk ezt. És ilyenkor sokan közülünk felismerik az alkalmat és azt válaszolják, hogy ez Jézus, ő gondoskodik most rólatok. David után találkoztunk Nathannel is, aki Kaliforniából jött el ide Krakkóba önkénteskedni. Embert próbáló helyzetekbe került bele. Amikor elkezdődött a háború, evakuálni kezdtük az embereket a gyülekezetekből. Ez volt a munkánk a háború első 5 hetében. És hogy nehéz volt-e átjutniuk Ukrajnából Lengyelországba? A sor Lengyelország felé olyan 5 kilométer hosszú volt, és 20 embernyi széles. Ez hihetetlen sok ember, és ők ezt a távolságot gyalog tették meg. 30-40 órát töltöttek gyalogolva ebben a sorban, mielőtt átjutottak Lengyelországba, és tovább egy menekülteket ellátó helyre. És ebben az időben ne felejtsük, 0 fok körül volt a hőmérséklet, és csak az a ruhájuk volt, amivel elmenekültek otthonról. Akik otthon maradtak, mert nem menekülhettek el szülőföldjükről, sokan a pincékbe kényszerültek a támadások miatt. Ezek az emberek néha előjöttek óvóhelyeikről, hogy ételért, vízért álljanak sorba. És ezeket az embereket támadták meg gyakran az orosz katonák, sokukat megölve. Ők nem tartoztak a hadsereghez, egyszerű civilek. Az orosz hadsereg elrettentésből csinálja ezt, így akarnak győzni ilyen brutális eszközökkel. Találkoztam emberekkel, akiknek el kellett menekülniük az otthonaikból, beszéltem be emberekkel, akiket menekülés közben lőttek. És ők nem katonák, ők nők és gyermekek. Bár valóban ömlik ránk a sok-sok információ a médiából, Nathan maga látta, milyen az élet a háborús újtotta Ukrajnában.
A Bibliában az áll, hogy az igenetek legyen igen, a nemetek pedig nem. Légy egyszerű, az igazat mond. Én ezek szerint élek, és mondhatom, hogy ez a legdrámaibb humanitárius krízis hosszú-hosszú évek, évtizedek óta. És miután ez a krízis továbbra is tart, most, ezekben a pillanatokban is nagyon sok ember nem jut elegendő élelmiszerhez, vízhez, gyógyszerhez. Első kézből mondhatom, hogy szükség van további adományokra. És ha az Isten ezt tette a szívedre, erről győzött meg, hogy adj, az nem véletlen. Mert első kézből mondhatom neked, hogy a szükség továbbra is fennáll. Tehát akinek Isten a szívére helyezi, az adjon a feleslegéből azért, hogy a szenvedő ukrajnai emberek megmenekülhessenek. És milyen csodálatos, hogy mi, hívők, tudhatjuk, hogy akármilyen nagy is a baj, a sötétség, Isten mindennél nagyobb. Imádkozzatok azokért, akiket bántanak, imádkozzatok az ellenségeitekért is, hogy Isten változtassa meg a szívüket. Legyen hitetek abban, hogy Isten ma is véghez viszi a tervét, még akkor is, ha csak a sötétséget látjuk mindenhol magunk körül. Magyarországon is kitört a nyár. Talán a legtöbben éppen azt tervezgetjük, hogy mikor és hova utazzunk a nyáron. Mindeközben Ukrajnában naponta legalább 2 gyermeket ölnek meg a háborúban. A felnőttek napi áldozatszámát talán inkább nem is mondom. Ezeknek az embereknek, az ukrajnaiaknak ez a nyár a túlélésről szól. Bár más nemzethez tartoznak, ők ugyanolyan emberek, mint mi. Ezért, ha tehetjük, akkor segítenünk kell nekik. Novák András riportját látták.